Vendégünk volt. Rádió Gaga interjú. Az elmúlt időszakban közösségi rendezvények tekintetében, hogyha Székelyföldön nem vagy elég szemfüles, akkor nagyon gyorsan lemaradsz különböző trendekről és különböző fejlődőképes trendekről. Ilyen például a lovasport, ami ugye nagyon-nagyon szépen elterjeszkedett, és egyre inkább csak terjed minden megyében. Ez most már úgy elmondható Kovászna, Hargita és Maros megyéről is. És lovas ünnepről fogunk beszélni a következő percekben. Nem szöktetünk, hanem ugratunk, nem szekerekkel, hanem fogatokkal, és nem ostorozunk, csak módjával. És erről lesz szó, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez merre alakul itt Székelyföldön, mekkora érdeklés övezi ezt az egészet, a lovasportot, és hogy egyáltalán mennyire van helye itt mi nálunk. Igen, Bajkó Krisztát köszöntjük itt a Rádió Gagás Dumadubában, a Székelyföldi Lovasünnep egyik főszervezőjét. Szia Kriszta! Üdvözlök mindenki, sziasztok! Ha jól tudom, akkor egy kicsit fáradt vagy, tegnap versenyen voltál. Igen. És? Milyen versenyen? Országos díjugrató bajnokságon. Tehát szöktettetek? Nem szöktettetek. Tényleg szöktettünk a mindenit. Igen, úgyhogy próbálok most visszatérni. Hát most különben amúgy 3 napos rendezvényről van szó, de én most úgy döntöttem, hogy csak 1 napot megyek, mert azért elég sűrű a nyár, és így... Amúgy a nyaranta több alkalommal is, több versenyre is beneveztek, elszáguldosszok ezekre a versenyekre, vagy azért kimondottan megvan egy-kettő verseny, amit kipicízel magadnak, és akkor csak tehát azon veszel. Tehát mind a kettőre igen, tehát van, amikor van olyan, hogy tényleg az a lényeg, hogy minél több versenyhelyszínen vegyünk részt, és van olyan, amikor konkrétan azért a versenyért megyünk, mert egy olyan kategória van, vagy egy olyan minősítő verseny. Egyébként van olyan, hogy egyszerűen a lovat kimélitek, és azt mondjátok, hogy akkor most erre azért nem megyünk, mert neki lesz sok, vagy ők megbírják ezt? Ez pont az a hétvégén volt különben. Tehát szükségem volt erre a versenyre, de tényleg annyira sűrű volt a nyár, hogy én azt mondtam, hogy akkor most ezt a 3 napot kihagyjuk, és akkor egy lesz. Aha. Na és akkor ilyenkor, amikor versenyen vagy, akkor gondolom a Székelyföldi Lovas ünnep gyűléseit kihagyod. Sajnos igen, és a WhatsApp csoportokat is próbálom követni, mert különben oda beküldünk mindent, hogy azért tényleg követhető legyen mindenki számára. Hát igen, ilyenkor van az, hogy utolsó percén én telefonálok, hogy akkor miről van szó, hogy van, meg mint van, próbálom követni. Amúgy, amikor tavaly megszerveztétek a Székelyföldi lovasünnepet, onnantól kezdve, ahogy lejárt a lovasünnep, onnantól kezdve már az ideire koncentráltatok, és mondjuk egy éves előszervezési folyamat történik ilyenkor, vagy esetleg az utolsó, vagy az elmúlt 2 hónapban nekiálltatok, és akkor már meg is szerveztétek. Mekkora a munka folyamata egy ilyen lovasünnep megszervezésének? Őszintén leszek, hát szeretnénk, hogyha 2 hónap alatt gyorsan össze lehetne idézőjelesen csapni, de sajnos nem. Amikor végzünk általában az eseménnyel, akkor rá egy hétre vagy pár napon belül gyűlés van, és akkor megint átbeszéljük, mi volt az észrevétel, mi volt a jó, miben fejlődtünk, vagy mik voltak a hátrányai a rendezvénynek, úgy program szempontjából, mint nézőknek kínált helyszín, meg egy csomó dolog. Lényeg a lényegben az, hogy ilyenkor jegyzetelünk, és akkor minden évben próbálunk egy picit előre haladni, fejlődni, javítani. Nagyon érdekel engem ezeknek a rendezvényeknek, vagy a rendezvények körüli igény, hogy ez hogyan alakul, és te hogyan látod, úgy lovas oldalról, mint nézők oldaláról. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a hasonló eseményeket övező érdeklődésre. Milyen az igény lovasok részéről és közönség részéről? Hogy látod? Elég változatos. Próbáljuk mi a program sorozatot, hát nem titok, hogy idén több mint 100 programunk van, tehát állandó programmal együttvéve. Próbáljuk a 120-at közelíteni. Idén, ha nem is, szerintem jövőre ez kész lesz. És a programokon belül próbáljuk változatossá tenni a szempontból, mint kultúra, mint korosztály, tehát gyerekektől kezdve felnőttekig, tényleg mindenkit próbálunk megérinteni. Nem titok, hogy azért alakult át a pénteki napunk különben gyereknappá, ami szintén idén még változatosabb, még több program. A tavaly több mint 500 gyerek vett részt. Az igen. Ingyenes programokon, persze ez idő alatt nekünk regionális díjugrató bajnokságnak a döntője volt.
Úgyhogy... Igen, lettem volna még kíváncsi, hogy hogyan hozod össze a szakmait a közönség kedvence. Há, tehát, így. Hogy mennyire csorbítod a szakmát azáltal, hogy mondjuk látványosabbá teszel bizonyos pontokat, azért, mert tudod, hogy az emberek szeretik a szöktetnek alulvon. Tehát, hogy ez azért nehéz kérdés. Én a tavaly azt láttam őszintén, hogy akik gyerekek kijöttek, és csak úgy, hogy akkor gyerek napra, és nem lóközelség, és nem semmi, olyan fajta visszajelzéseket is kaptam, és láttam is, hogy ennek okán nekifogtak, és elmentek tereplovagolni, vagy felkerestek egy lovardát, vagy bármit, tehát úgy sikerült megérinteni ezt a természet közelséget. Van ennek az most egy nagyon nagy keletje egyébként, tehát igen, igen. Most azt látom, hogy így mondjuk 5 családból 3 azért kipróbálja a gyerekekkel a lovaglást. Igen, igen. Lehet, hogy most túlzok, de amit én látok az én környezetemben, az tényleg így van. Tehát igen. A lovardák tele vannak, tehát igen. Alig kapsz helyet. Igen, igen. Úgyhogy ennek most van egy hype-ja, mondjuk így szép magyarul. Ami a Székelyföldi lovasünnepet illeti, minden évben gondolkodtok valamilyen újításban, vagy nem feltétlenül ez a cél, hogy mindig újítsatok valamit, hanem egy jól bejáratott program, és mondjuk azok a programpontok, vagy ilyen rendezvénypontok, amelyek az előző években is sikeresek voltak, azokat tűzitek ki célul idénre is. Megint csak azt kell mondanom, hogy amit így elmondtál, ez így minden egyben. Aha. Idén új programként bepróbáljuk behozni a lovasbirkózás meg a kökpárt. Wow. Ezen kívül visszatérő program, ami már nagyon-nagyon régen volt, az Hamza Viktória a szabadi domító. Ő róla tudni kell, hogy tényleg erőszakmentes, sem kötőfék, sem vezető, sem semmi eszközzel dolgozik, tehát szabadon a lovak nyelvén. Cowgirl? Yellowstone? Nem. Én azt mondom, hogy el kell jönni. Jó, és jó. Én még egy pár barátot meggyőzni, és akkor majd választ kapsz. Ezen kívül visszatérő programok, Pászka Lehel, Lovasi Jász, jönnek idén a győri ördöglovasok, de most más programmal, mint ahogy voltak. Úgyhogy van, rengeteg van különben. Mindez augusztus 22 és 25 között, kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és beszélhettünk ezekről a dolgokról. Hol kövessenek titeket a hallgatók, hogy friss információkhoz jussanak? Facebook, TikTok és a weboldal. Székelyföldi lovasünnep.ro. Na ez volt a reklám. Szia, Krisztina. Sziasztok. Rádió Gaga interjú.